Köszöntöm a Mezőtúri Városi Televízió nézőit, önök a Túri Objektívet látják. Közeleg az Artúr Fesztivál és a Túri Vásár augusztus 9-től indul a Banzáj, és most itt van velem a stúdióban a szervező közművelődési és sport KNKFT ügyvezetője, Bordács László. Köszöntöm itt nálunk. Köszöntelek én is, és köszöntöm a kedves televízió nézőket is. László, hogy áll a szervező munka? Mondhatjuk, hogy készen állnak a kezdésre? Teljes mértékben készen állunk a kezdésre, izgatottan várjuk már mi is itt a napoknak a múlását, és hát már szeretnénk, hogyha már augusztus 9-e lenne, és már kezdenénk is a fesztivált. Tehát örülünk is annak, hogy ebben az évben is megrendezésre kerül a fesztivál. Én úgy gondolom, hogy ugyanolyan színes programokkal várjuk majd a látogatókat, mint az elmúlt időszakban is, és hát ahogy mondtam is, a kollégáim én is örömmel várjuk a kezdést, és bízunk a jó időbe. Mennyire feszültek egyébként ilyenkor a kezdés előtti napok, vagy akár hetek? Hát a kezdés előtti hetek az talán nem is annyira feszült még, hanem inkább a kezdés előtti napok, és maga a kezdés. Hiszen azért csak egy olyan programsorozatról van szó, amely nem csak városunkban, hanem itt a térségben is egyedülálló, ezt bizton kimerem jelenteni. Egyrészt, másrészt nyilván vannak azért olyan technikai dolgok, amelyeket a magához az egész rendezvényhez fel kell építeni, ide kell hozni. Tehát úgy mindennek klappolni kell abba az adott időpontba, amikor majd a rendezvény elkezdődik. Meg a másik része az, hogy ugye a marketing tekintetében is készültek azért olyan anyagok, amelyekkel mind elektronikus, mind pedig papír formába, amelyekkel a rendezvényt híreljük, és hát bízunk benne, hogy ezek az elmúlt évekhez hasonlóan ebbe az évbe is elértek a közönséghez. Úgyhogy tehát bízunk benne, hogy minél többen is lesznek majd ezeken a programokon. Tudunk róla, hogy évről évre egyre többen látogatnak el, de azért van valami pontos adat, hogy körülbelül hány fő néz ki ilyenkor erre a hétre? Hát ezt nehéz lenne megsatszolni. Azért is nehéz ezt így megsatszolni, mert tehát konkrét adat nincs, ezt leszögezem. Megsatszolni meg azért nehéz ezt, mert itt azért voltak ma a városban olyan programok, rendezvények, ahol olvashattuk, hogy ennyi ezer, meg nem tudom, 2000, 3000, meg 5000, meg 10000 ember volt, na most aki kiment, az látta, hogy ez nem így van. Én ezért nem szeretnék itt a mi rendezvényünk tekintetében, mert majd azt mondják akkor, hogy persze, azt mondja Laci, hogy hú, de sokan voltak. Tehát sokan vannak a rendezvényeken, ez ténykérdés, aki kilátogat, ezt látja is. Konkrétan számszerűsíteni nem tudom, azt viszont bizton állíthatom, hogy a Túri Vásárba egész nap azért egy olyan 18-20 ezer ember az biztos, hogy megfordul. És itt nem csak a városunk lakosságát mondom, hanem hát azért aki oda kilátogat, az látja, hogy azért itt szép számmal állnak autók is, jönnek vidékről, és nem csak Szolnokról és Békés Csabáról, hanem távolabbi településekről is. Honnan jött egyébként az ötlet, hogy az Artúr Fesztivált ezzel a vásárral koronázzák meg? Ez egészen régre tekint vissza. Én még akkor nem is dolgoztam itt a művelődési házban, de ahogy elmondták azok, akik abban az időben itt dolgoztak, akkor úgy volt, hogy augusztus 20-án került megrendezésre a Szivárvány Népzenei Egyesület szervezésében a Citara Gála, és a Citara Gála utáni héten pont azért volt régen ez a szlogenje a rendezvénynek, hogy a nyár utolsó csókja, amit a Népzenei Egyesület titkárának, Csíder, illetve művészeti vezetőjének, Csíder Istvánnak a fia talált ki, és amit használtunk is egészen sokáig. Tehát szóval augusztus 20-án volt a Citara Gála, és a rákövetkező héten, hétvégén, akkor pedig maga a Túri Vásár. Na most maga az Artúr Fesztivál gondolata az abból indult ki, hogy egyrészt kéne csinálni egy olyan programsorozatot, ahol a különböző művészeti ágak képviseltetik magukat, és valahogy jó lenne a Citara Gálát, illetve a Túri Vásárt is összekötni. Na most ez a hét, tehát ez a Artúr Fesztiválnak a hete, ez meg pont alkalmas volt arra, hogy a kettő között, a két végpont között tulajdonképpen egy ilyen
hát összekötő szerepet töltsön be. Hát az meg már utána máslapra tartozik, hogy azt folyamatosan láttuk, hogy azért az augusztus, amikor már én is itt dolgoztam, hogy az augusztus végi túrivásári időpont az nem szerencsés, és itt nagyon komolyan figyelembe vettük a város lakosságának is a véleményét, hiszen azért nyár vége, akkor már hát az emberek azért túlnyomó részt, ha van annyi pénzük, hogy el tudjanak menni nyaralni, akkor már kinyaralták magukat, szeptemberben iskolakezdés, tehát már a beiskolázásra is sokat kellett költeni, és tulajdonképpen ez nem csak a mezőtúriakra, hanem akik ide látogattak, mindenkire igaz volt, hogy tehát nem volt már akkor a hó végén az embereknek pénze, ez volt az egyik ok. A másik pedig az, hogy hát bizony elég sokszor elkaptuk az esőt a hónap végén, és hát én úgy gondolom, hogy aki szabadtéri programot szervez, az én is ugyanúgy más program esetében, de hát azt átérezzük, hogyha az ember mindent jól akar csinálni, jól is csinál, az egészet összerakja, kerek lesz, és akkor leszakad az ég, mert például egész nap esik. Hát az nem annyira jó érzés. Na, ezért volt az az elképzelésünk, hogy akkor ezt hozzuk fel augusztus elejére, magát a vásárt is és a fesztivált is. Úgyhogy ezért van az, hogy már most jó pár éve ezen időpont környékén mozog a vásár és a Artúr Fesztivál is. A programok hogyan álltak össze? Például gondolok a fellépőkre, mi alapján hívták meg éppen őket idén? Úgy történik, hogy van itt egy nagyon jó csapat, egy nagyon jó tím, aki nem csak ezen rendezvény kapcsán, hanem más általunk szervezett programok kapcsán is együtt dolgozik, de most itt ugye nyilván az Artúr Fesztivál és a túri vásárról van szó. Tehát összeülünk, ötletelünk arról, hogy kiket kellene ide meghívni. Én ilyenkor szoktam kérni mindenkit, hogy mindenki hozzon ötleteket, hiszen ahányan vagyunk, annyiféleképpen látjuk azt, hogy kit kellene felhívni, annyifajta stílust képviselünk, annyifajta látásmódot tudunk egymás elé tenni. Tulajdonképpen itt már most konkrétan a zenekarokra gondolok. És hát összeülünk. Akkor megnézzük, hogy ki az, akit szeretnénk elhívni, ki az, aki már akár régen volt itt, vagy a környékbe, hiszen azért az sem mindegy, hogy tőlünk 50 kilométerre például egy adott fellépő a túli vásár előtti napon fellép. Na, most mondtam egy példát, hát hála Istennek ilyen még azért nem volt, de azért már tapasztaltunk olyat, hogy más program kapcsán például volt olyan, aki itt fellépett, utána elment máshová fellépni. Na most ez a zenekarok részéről is, ez azért nem teljesen korrekt dolog ilyenkor, hogyha ilyet meglépnek, de azért túlnyomó részt az elmondható, hogy tehát a zenekarok is megkérdezik tőlünk például, hogy most ők itt vagy más helyszínen majd fel fognak lépni, és akkor ez mennyire fér bele a mi elképzelésünkbe. Tehát ezt is figyelembe kell venni. És amit mondtam, hát meg itt nyilván az is nagyon fontos és lényeges, hogy hát azért melyik fellépő mennyibe kerül. Hiszen az elmúlt néhány évben elég nagy volumenű emelkedést tapasztalunk az árakban. Hát ez köthető ahhoz is, és itt inkább azon zenekarokról van szó, amelyeknek nagyon, hát hogy így mondjam, dinamikusan emelkedett az ára az elmúlt években, akik például a tévébe tudnak szerepelni, vagy a zenekar egyes tagjai akár egy tehetségkutató műsorban például több héten, több hónapon keresztül látja a nagy közönség. Hát az övéki az jobban felment, ez nem biztos, hogy ez mindig arányos egyébként azzal a tudással, vagy azzal a, hát nem is tudom mi erre a jó szó tulajdonképpen, tehát nem mindig biztos, hogy az a zenekar, hát most csúnya szót fogok mondani, ér annyit művészetileg vagy kulturálisan, amennyivel feljebb megy az ára, de hát itt kereslet-kínálati piac van, úgyhogy aki meg ezt megveszi az adott produkciót, akkor az megvállalja azt, hogy az adott összeget kifizeti érte. De most ugye nálunk ez azért fontos kérdés, hiszen maga a forrás oldala, a mi költségvetésünknek az pályázati támogatások, önkormányzat által nyújtott bevétel, a közművelődés és sport Kft. Költségvetése, illetve a túri vásár, hiszen ott pedig az árusok által befizetett helybérleti díj az, ami magát a költségvetésünket kiteszi. Tehát azért megvan az, hogy meddig tudunk nyújtózkodni, ezt is figyelembe szoktuk venni. Hát azért igyekszünk úgy összeállítani a programokat, és úgy gondolom ez az elmúlt évek tapasztalata, vagy elmúlt
sok-sok év tapasztalata alapján elmondható, hogy azért gyerekprogramok, felnőtt programok, templomi műsorok akár, tehát komoly zenei, könnyű zenei programok, azok, amelyekkel ilyenkor hívjuk és várjuk a hozzánk látogatókat, és azt még azért fontos elmondanom, hogy ezek azért élőzenés koncertek. Hát van benne nyilván, hát van benne azért olyan is, ami látszik, hogyha most egy ember felmegy, akkor, és mögötte meg szól a zene, akkor ott nyilván, és nem látjuk a zenekart, akkor valószínű, hogy az CD-ről megy, de azért a nagy koncerteknek, a nagy koncertek az eddig mindig élő zenés volt. Ezt jó egyébként tudni, mert tényleg nagyon kellemetlen tud lenni, hogyha esetleg lebukik egy-egy előadó. Hát igen, mondjuk az azért látszik, hogyha most éppen a zeneszámba dobolnak, és nincs mögötte dobos, akkor az úgy már érdekes. Ha már említette a programokat, akkor térjünk is ki részletesen a programsorra, ha lehet. A fesztivál augusztus 9-én kezdődik, ez egy szerdai nap. Hagyományosan a fesztivált megnyitja a Herceg Zsolt Mezőtúrváros polgármestere, majd a megjelenteket köszönti Boldog István országgyűlési képviselő, és ezután kerül sor tulajdonképpen a nyitó kiállításnak a megnyitására, amelyre most ebben az évben Szabó András nyugalmazott rajztanát kértük fel. És akkor a nyitó kiállításnál ott az elmúlt években az volt a koncepciónk, hogy mezőtúri személyek, alkotóközösségek, vagy akár család mutatkozzon be. Hát a folytatásban sem lesz ez másként, és Kelemen Sándort kértük meg, aki nem csak hazai fotó pályázatokon indult eredményesen, és díjakat is nyert, hanem bizony külföldi nagy neves fotókiállításokon is szerepelt már, ahonnan szintén hozott el díjakat. Hát őt kértük fel arra, hogy mutatkozzon már itt be most a városunkba, és ez méltó úgy gondolom mind a fesztivál számára, mint pedig az ő személye felé, hogy ezt a felkérést elfogadja, és a fesztiválnak a nyitó programja legyen, hogy így mondjam. Hát nem tudom, hogy csináljuk ezt, hogy felolvassam esetleg azt, hogy milyen programok lesznek. Én úgy gondolom, hogy ki fogok ragadni majd néhányat, és akkor hát itt segítségként előhúzom ezt a nagyon jó kis programfüzetet, amit így mutatok majd a kamera felé. Nem tudom, hogy ilyenkor szokták mondani, hogy mennyi látszódik belőle, az viszont biztos, hogy városunkban is, a környező településeken is biztos vagyok benne, hogy majd összefutnak ezzel a nagyon szép és színvonalas kiadványjal, amit Bodor Márti kolléganőm készített el ebben az évben is. Tehát a nyitó kiállítás az ő Kelemen Sándor lesz majd, Kelemen Sándor a fotó kiállítása. Majd itt a Szabadság téren Keresztes Ildikó lép fel, hát az ő nevét is ismerhetjük, úgyhogy bízunk benne, hogy minél többen itt lesznek. És ha már indul a fesztivál, akkor indul a Bakterház is. A Túri Fazekas Múzeumban a Artúr kertmozi keretein belül ezt a filmet tekinthetik majd meg. Hát ezt úgy gondolom, hogy biztos vagyok benne, hogy az én korosztályom, de bízom benne, hogy a nálam fiatalabbak is látták már ezt a filmet. Hát az idősebbek az biztos, de most bárki szintén ingyenesen megtekintheti. És akkor a következő napon csütörtökön nagy örömünkre a Szolnoki Szimfonikus Zenekar a katolikus templomban fog majd fellépni. Itt szeretném azt kiemelni, hogy nem csak a fesztivál tér az, ahol programok kerülnek megrendezésre, hanem városunk különböző pontjai is, mint ahogy már mondtam, a Túri Fazekas Múzeum, katolikus templom, református templom kert, városi galéria, és befejezésként pedig majd a Túri vásárnapján, akkor pedig a fesztiváltér ad helyet a programoknak. Na, tehát, hogy visszatérjek, akkor a gyerekekre gondoltunk egy játszóházzal a Túri Fazekas Múzeumban, majd a Kolompos Együttesnek a gyermekműsora, hát úgy gondolom, hogy őket sem kell bemutatnom. Ezen a napon szintén lesz filmvetítés, szintén a Fazekas Múzeumban, és a programok végére is értünk, itt majd a Legényanya című filmet tekinthetik meg, és akkor augusztus 11-én itt már most pénteken járunk. Itt is lesz egy kiállítás megnyitónk a Badár Emlékházba, amit az előbb felsoroltam a helyszínek között. Szerettük volna a Badár Emlékházat is bekapcsolni a programsorozatba, úgyhogy valamennyire azért nyilván a fazekas mi voltja jelenjen meg, illetve maga azok a
amelyeket Bodár Balázs neveit nem csak a városunkban, hanem országosan is jelent. Ezért szerettük volna így bekapcsolni a programsorozatba. És a Kis Alkotók Kiállítása című bemutatót tekinthetik majd meg. Itt ebben tulajdonképpen arról van szó, hogy aki a Bodár Emlékház és műhelyben dolgozik, Derecskei Magdi, mezőtúri fazekas, már 4 éve folytat foglalkozásokat gyerekekkel, és az elmúlt 4 év gyümölcseit, termését tekinthetjük majd itt meg ezen a kiállításon. A Városi Galériába ebbe az évbe is fel fog majd lépni nálunk Domoki Soma Levente és Sárvári Tamás. Ők ütőhangszeres műsorral lépnek majd fel. Hát mind a kettőjüket ismerhetjük már, mert volt már kiállítás megnyitón is, hogy ők felléptek, szerepeltek, illetve más városi programokon is. Majd a Református templomkertben Szilágyi Attila műsora lesz, és ezt követi 20 órakor Malek Andrea és a Jazz Reel zenekar. Hát én bízom benne, hogy jó idő lesz, ezt itt szeretném mondani, hogy amennyiben esni fog az eső, de bízunk benne, hogy ilyenre nem kerül sor, akkor ezt a programot a Városi Színházteremben tekinthetik majd meg. Hát biztos, hogy nem fog oda sem mindenki beférni, mert 250 férőhely van, valamilyen mennyiségben tudjuk majd pótszékezni, de hát tavaly én nekem ugyan nem volt szerencsém ott lenni a szintén a református templom kerti pénteki műsoron. A Holdétár Enikő lépett fel, és még két másik neves művésznő, de hát nekem azt mondták, hogy a templom kert az teljesen teli volt. Hát azért mondom, hogy sajnos annyian valószínűleg a színházteremben nem fognak beférni, de hogyha esik az eső, akkor valahol meg kell oldanunk a programot. És ezen a napon már, pénteki napon már kint a fesztiváltér is működik, hogy így mondjam, működik a nagy színpad. Sátrak, büfések fogják várni a kilátogatókat. 17:30-kor, tehát 17:30-kor nyit a fesztiváltér. EKG-ben koncertje után a Magma zenekart láthatjuk újra a színpadon. Ők ugye egy mezőtúri csapat, akik minden évben elfogadják a felkérésünket, és hát azt mondták ők is, hogy nagy örömmel vesznek részt a fesztiválon, de ehhez nem is fér kétség. Majd 21 órától a Bikini zenekar élő koncertjét láthatják. És hogyha már a koncertnek vége lesz, akkor nem szeretnénk, hogy azért a fesztivál tér kiürüljön. Ezért DJ Karesszal a 80-as, 90-es évek, hát már most ezt elmondhatjuk 27 év táblatában, hogy hát ilyen retro diszkós parti lesz majd a fesztivál sátorban, tehát ne menjen haza mindenki, maradjon még továbbra is kint velünk. Augusztus 12-én a kézműves ház is szerepel a helyszínek között, bűvész showval kedveskedünk az odaérkezőknek, és népi játszóház is lesz, mind a kettő a kézműves házba. Én bízom benne, hogy nagyon sokan kilátogatnak, tehát ott 17 órakor kezdődnek a programok, tehát egy igazi kis családi időpont, ez úgy gondolom, és szombati napon ez már biztosan vállalható is lesz. A Vivace Kamara Kórus koncertjét is megtekinthetjük majd szintén a Városi Galériában. Ők is minden évben fellépnek, elvállalják a felkérésünket, és tehát nekik is ezúton is szeretném megköszönni, hogy a kórus tagjai ezen a napon összejönnek, és majd egy nagyon jó kis koncerttel fognak bennünket kényeztetni, hogy így mondjam. Itt azért is köszönöm meg nekik is, és a kórus tagjainak is, hiszen nem csak arról van szó, hogy délután 5 órára oda mennek a katolikus, illetve a Városi Galériába, hanem itt azért arról is van szó, hogy az azt megelőző időszakban összejönnek, próbálnak, tehát ők is készülnek erre, és a szabad idejüket áldozzák fel arra, hogy majd egy jó kis koncertet adjanak nekünk. A koncertjük végén 19:30-tól pedig Glasso éneklő poharak, ez szintén a Városi Galériában lesz. Hát ez is szerintem egy nagyon különleges lesz majd. Hát itt ennyit felolvasok, jó? A programfüzetből az éneklő poharak produkcióban a hagyományos hangszerek helyett gondosan kiválogatott üvegpoharak játsszák a főszerepet. Hát ez így mindenképpen izgalmas lesz szerintem, hogy hogyan is lehet üvegpoharakon játszani. Víztiszta zene, hiszen a poharak meghatározott mennyiségű folyadékkal vannak hangolva, úgyhogy hát kíváncsian várjuk ezt a víztiszta zenét.
És ezen a napon, szombaton szintén kint a fesztivál téren is programokkal várjuk a látogatókat. Hát ő ellátogat hozzánk Kozsó, az Álmokfutók zenekarral 18 órától, őt követi majd Betty Love, és 19 óra 10-től a Groove House műsorát láthatjuk. Majd 21 órától Sub Bass Masternek lesz a nagy koncertje. Ő már nem először szerepel itt nálunk, nem csak a mi fesztiválunkon, hanem más rendezvényen is. Itt viszont most, és ezt szeretném hangsúlyozni, hogy nagy koncerttel, tehát ő élőzenekaros produkcióval fog majd fellépni nálunk. Hát én biztos vagyok benne, hogy ez is így nagyon maradandó zenei élményt fog majd nyújtani. És ezen a napon sem szeretnénk, hogyha a koncert után a kilátogatók hazamennének. Retro diszkó lesz, DJ Herik a fesztivál sátorba. És akkor elérkeztünk augusztus 13-ához, a Túri Vásárhoz. Itt a programok két helyszínen fognak zajlani, egyrészt a Szolnoki úton, ahol maga a Túri Vásár rendezvénye fog majd lenni. Tehát ugye jönnek az árusok, lehet náluk vásárolgatni mindenféle jó és érdekes dolgokat. De ezzel párhuzamosan, és itt van az, amikor a fesztivál téren már egész nap lesznek majd programok, 9 óra 30-tól mazsoret felvonulás lesz, és ezt hangsúlyozom, hogy ez a Szolnoki úton fog majd megtörténni, tehát a Szolnoki úton mennek végig. Volt már ilyen néhány évvel ezelőtt is, nem is egyszer, több alkalommal is. Most ebben az évben a Magyar Honvédség Bocskai István lövész dandára fogja kísérni. Hát nem ágyú szóval nyilván a felvonulókat, hanem ennek a lövészdandárnak ennek van egy zenekara, és ez a zenekar fogja majd kísérni a mazsoretteket. A színpadi programok 10 óra 40-kor kezdődnek, itt is köszönöm a mezőtúriaknak a legalább néptánc bemutatót, hiszen ennek az iskolának vannak olyan diákjai, nem is kevesen, akik itt majd fellépnek nálunk. Aztán 11 óra 30-tól, hát őket már régen láttuk itt nálunk a fesztivál téren, és a Túri Vásárban is, de most ebben az évben újra elfogadták a meghívásunkat. Tihanyító Csaba és Bognár Rita nóta és operett műsorát tekinthetik majd meg. Úgyhogy bízom benne, hogy a finom falatok mellett a nóta és operett, ahogy majd felcsendül, majd mindenki jobban érzi magát. 12 óra 40-től szintén mezőtúri csoport Dalma Dance Club fog majd fellépni. Itt is köszönöm, ugyanúgy, mint a legalábbnál, mind a szülőknek, mind pedig a gyerekeknek, hogy egyrészt a bemutatót megtartják a gyerekek, másrészt pedig, hogy a szülők el fogják őket kísérni, és vállalták ezt, hogy a túri vásárnapján is mégis a bemutatóra időt szánnak. 13 óra 20-tól hagyományosan polgármesterünk Herceg Zsolt úr fogja köszönteni az 50. 60. házassági évfordulósokat, és ezt követően pedig a főzőverseny eredményhirdetésére is sor kerül majd. Ezzel egy időben, tehát 13 óra 20-kor az R13 Postagalamb Sportegyesület hát egy látványos galamb feleresztést fog majd a fesztiváltérről hát művelni, lehet nem pont ez rá a jó szó, de tehát egy látványos galambfeleresztést fogunk majd látni. Ez az elmúlt évben volt először, akkor nagyon sokan mondták nekünk, hogy nagyon látványos volt, jó lenne őket újra látni, illetve olyanok is voltak, akik sajnos ezen akkor ott nem voltak jelen, és mondták, hogy hát jó lenne, hogyha a következő évben is ezt megrendeznénk, és akkor biztosan eljönnének és megnéznék. Hát itt is figyelembe vettük a lakosság igényeit, és hála Istennek a Sportegyesület is azt mondta, hogy jó, rendben, úgyhogy ez 13 óra 20-kor lesz ez a látványos galamb feleresztés. Majd gyermekekről sem feledkezünk meg ezen a napon, 14 órától Kovácsovics Fruzsina gyermekelőadását láthatják majd a színpadon. 15 órától Torres Dani műsora fog következni, 15 óra 40-től Kökény Attila látogat el hozzánk. 2010-ben a legjobb férfi hang lett az övé. Majd 16 óra 25-től szintén városunk szülötte, Mr. Rick fog nálunk fellépni egy retro műsorral. Hát őkre is kíváncsiak vagyunk, hiszen az elmúlt években elég sok olyan
program volt, amelyen országosan részt vett, hát örülünk neki, hogy ebben az évben nálunk is fellép. 17 óra 10-től a Unique zenekar műsorát láthatjuk, és majd 18 órától Brazil Samba Show lesz. Hát ez biztos, hogy nagyon izgalmas lesz, én is nagyon kíváncsi vagyok rá. De nem távolodunk el túlzottan a dél-amerikai bemutatóktól, hiszen 19 órától Capoeira bemutató is lesz. 20 órától pedig Charlie és Charlie Band nagy koncertje lesz, ez szintén élőzenés. Charlie még a túrivásárba nem lépett fel, úgyhogy bízunk benne, hogy rá is nagyon sokan kíváncsiak lesznek, és minél többen kilátogatnak a programokra. A túrivásár itt sem érhet másként véget, úgy mint az elmúlt években tűzi játék lesz 21 óra 45-től. És hát a tűzi játékkal ér véget a túrivásár és az Artúr Fesztivál. Úgyhogy nagy örömmel és érdeklődéssel várjuk mi magunk is szervezők, ahogy ezt már mondtam, és bízom benne, hogy minél többen kilátogatnak majd a programokra. Egyébként körülbelül hány fős gárda áll a szervezés mögött? Amivel a Közművelődési és Sport Kft.-nek a munkatársai, hát ez egy olyan 10-15 fő körülbelül, és hát ő természetesen emellett azért vannak olyanok, akik a útzárba vesznek részt, a kísérő programokat bonyolítják le, de maga a törzsgárda az egy olyan 15 fő, illetve akik még nyilván valamilyen formában részt vesznek a rendezvényen, mint például az újvárosi hagyományőrzők. De maga az, aki konkrétan, tehát aki a szervezési feladatokat látja, az egy olyan kb. 15 fő. A sikerük titkát miben látja? Ugye nagyon, nagyon népszerűnek lehet nevezni ezeket a rendezvényeket. Hát én a sikerünk titkát legelőször is abban a csapatban látom, akikkel én együtt dolgozok, hiszen ez nem egy embernek a produkciója, nem egy ember rakja össze ezt az egész programot, hanem egy csapat. Tehát itt kell azért a csapatnak a jó, az éles látása, a jó meglátása is, a ráérzése arra, hogy mi az, ami kellhet az embereknek. Hát itt most nyilván itt a kulturális programokra gondolok, tehát ez a legfontosabb. Hát a másik pedig az, hogy az a szervezési időszak az úgy teljen el eredményesen, hogy amikor az van, hogy van egy adott koncert, vagy van egy adott helyszín, akkor minden, amit arra az időpontra szeretnénk, az például akkor a pont legyen ott. Hát itt most a fesztiváltérre gondolok, legfőképpen, ahol ott kell lenni a mobil WC-knek, az aggregátornak, az áramot ki kell építeni, a színpadnak, hangfénytechnikának, biztonsági őrzésnek. És nem csak ezeknek, hanem ott kell lenni a büféknek például, meg még azoknak az árusoknak, akik például a túri vásár napján a fesztiváltéren foglalnak helyet. Körülbelül hány árusra számíthatunk? Hát a túri vásáron eddig az előzetes bejelentkezések alapján több mint 160 árus az, aki már bejelentkezett, és azt szeretném itt azért hangsúlyozni, hogy tulajdonképpen az a tím, aki magát a fesztiválnak a programját összerakja, illetve a műszaki részt is intézi, tehát ugyanaz a csapat az, aki pedig a túri vásárosokkal is, az árusokkal is foglalkozik. Tehát ilyenkor azért kétfelé nagyon kell figyelni, hogy ne csúszanak el az információk se, a munkatársak között sem. Másrészt pedig hát az árusokat is azért megfelelőképpen kell magáról a programról is tájékoztatni, hiszen nem csak az érdekli őket, hogy hol lesz a helyük, hanem az is, hogy azért a színpadon milyen programok vannak. Hát ez a kettő, ez meg szerintem egyébként kézenfogva jár, mert annál többen jönnek el ezen a napon hozzánk. Itt most nem a városunkban lakókról beszélek, hanem vidékről is, hogy milyen programok vannak egyrészt, másrészt pedig nyilván az is motiváló, hogyha most az ember végigmegy a Szolnoki úton, ahol a túri vásár van, hogy nem 15 vagy 20 árus van csak, mert akkor az nem vásár, hanem az egy vasárnapi nagy piac, hanem azért az is, hogy minél többen legyenek, és nem csak a létszáma fontos, hanem az is, hogy azért igyekszünk arra törekedni, tehát azok a munkatársaim, akik az árusokkal foglalkoznak, hogy tehát minél színesebb dolgokat árusító
személyek jöjjenek ide. Tehát ne csak inget lehessen vásárolni, vagy szőnyeget, vagy lábast, hanem azért népművészeti termékeket is. Most ezeket én nem mondom itt szét, hát aki kijön a vásárba, az azért látja, hogy nem csak kerámiákat lehet vásárolni, vagy fonott dolgokat, hanem azért elég sok mindent tudnak itt az emberek venni. És én azt mondom, hogy a látogatói létszám és a árusító partnereink, tehát az árusok létszáma is oda-vissza igazolja egymást. Itt konkrétan arra gondolok, hogy azért jönnek ide az emberek, mert sok fajta dolgot tudnak vásárolni, és azért jönnek ide az árusok, mert sokat vásárolnak tőlük, és sok ember van itt jelen. Nyilván az egyértelmű, hogy például egy kerámiát, vagy bármilyen népművészeti terméket, például Budapesten a mesterségek ünnepén a várban többszöröséért lehet eladni. Hát itt nyilván kevesebb ér, de azért nincs is a várban minden évben program, túrivásár sincs minden évben, úgyhogy örülünk neki, hogy eljönnek mind a árusító partnerek, mind pedig azok, akik vásárolni kívánnak. Tehát ennek mindnek egybe kell, hogy legyen, és akkor kell ennek az egésznek együtt mozognia, együtt lenni ennek, amikor arra szükség van, augusztus 9-től 12-ig. De magának a szervezési résznek ott pedig természetesen maga az egész folyamat során. Milyen egyéb fontos információkat kell tudnunk a rendezvényekkel kapcsolatban? Gondolok itt például parkolási rendre, útzárakra. Itt a legfontosabb az útzár tekintetében a túrivásár, hiszen a fesztivál során ott nem szükséges területeket, utakat lezárnunk, a túrivásárban viszont igen. A túrivásárban, illetve az azt megelőző napon, augusztus 12-én, 13 órától lesz majd útzár a Szolnoki úton. Hát úgy is mondhatom, hogy a már megszokott területet fogjuk majd lezárni. 13-án nyilván akkor van a vásár, tehát akkor az egyértelmű, hogy a vásározók vannak ott, és ez az útzár, ez 13-án éjfélig fog tartani. Úgyhogy itt is szeretném megköszönni, és a mezőturis vidéke oldalaim már ezt többször megtettem, de folyamatos lesz a tájékoztatás a lakosság felé, tehát szeretném megköszönni azoknak a magánszemélyeknek, cégeknek, vállalkozásoknak, akik a lezárt területen belül üzemelnek, hogy tűrik ezt az állapotot. Ez nem azért van, mert én most Bordács László úgy gondoltam, hogy nekem most olyan kedvem van, hogy ezt le akarom zárni. Ez egyértelmű. Hanem ez azért van, hogy azok az árusok, akik a túrivásárból befizették a helypénzt, azoknak éjféltől történik a beengedése. Az előre befizetett helypénz alapján mindenkinek megvan az a helye, amit majd a vásárnapján elfoglalhat. És az útzárat azért csináljuk, mert szeretnénk azt elkerülni, mert volt ilyen bizony az elmúlt években, hogy akik nem, hát hogy így mondjam, nem tisztességes szándékkal érkeztek a vásárba, azok fogták magukat, különböző helyekre beköltöztek, és hát tulajdonképpen a rendezők hadhatós közreműködésével hagyták csak el a helyet. Tehát ez azért van, nem azért van, mert ott akadályozni szeretnénk a cégeknek, vagy az ott lakóknak a mozgását, hanem ez azért van, hogy ezt a rendezvényt, amelyre nem csak itt a városban ismernek, és nem csak mi, hanem azért úgy gondolom, hogy ennek országos híre van a túrivásárnak, tehát hogy ezt minél színvonalasabban tudjuk megvalósítani. Nincs abból bonyodalom, hogy esetleg túl sokan akarnak parkolni? A parkolás tekintetében hát több nagy bevásárló üzlet is van a környékünkben, tehát ott a parkolás megoldott, a Városi Oktatási Centrum parkolója szintén elég nagy terület, és hát hogyha most a másik irányba megyek el, a Szolnoki út felé, hát az a rész is olyan, a szociális otthon környéke, a autómosó, azok vannak még ott, a Széchenyi út is, tehát elég szélesek azok arra, hogy sok autót befogadjanak. És hát bizony az a helyzet, hogy elég sokan is szoktak lenni, hiszen ahogy mondtam, vidékről is sokan jönnek, úgyhogy én mindenkit biztatok, hogy aki kocsival érkezik, az minél hamarabb parkoljon le, minél közelebb a rendezvényhez, mert hogyha később jön, akkor annál többet kell gyalogolni. Na de hát az orvosok azt mondják, hogy minden nap egy másfél-két órás séta az lenne az egészséges, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez biztosan nem fogja visszavetni
Azért reméljük, azért, hogy annyit majd nem kell sétálgatni senkinek. Hát annyit azért bízunk benne, bár lehet, hogy ez lenne a jó, mert akkor az lenne, akkor hogy akár a város határig állnak az autók, akik eljöttek hozzánk. A túri vásárban nyilván a portékáké a főszerep, de azért számos nyívós kísérő programmal is készülnek. Ezekről beszélne nekünk? Így van, nem csak árusító partnerek lesznek, nem csak színpadi programok lesznek, hanem immáron ebben az évben harmadjára lesz városnéző kisvonatunk is. Ezzel a célunk az volt, hogy ne csak azt a területet ismerjék meg a hozzánk látogatók, ahol a vásár is a fesztivált ér, ahol van, pedig azért ez is elég szép, hiszen ott van nekünk egy nagyon szép Erzsébet ligetünk, ligeti tavunk, városi strandfürdünk, tehát nagyon alkalmas az a terület arra, hogy nem csak ilyenkor, hanem máskor is ellátogassanak hozzánk, és ott kikapcsolódjanak az emberek, hanem szeretnénk bemutatni városunk épített örökségét is. Ezért a városnéző kisvonat útvonalát azért úgy kalkuláltuk, hogy mégis maga az útvonalnak a időtartama azért egy emészthető időtartam legyen. Ugyanakkor az a épített örökség, amelyet itt bemutatunk, ne csak lássák, hanem arról néhány szóban tájékoztatást is kapjanak, ezért a mi segítőink majd a városnéző kisvonaton fel is olvassák, hogy éppen hol járunk, illetve mi az, ami látható. Tehát ezt én mindenkinek ajánlom. Ez a városnéző kisvonat ebben az évben is ingyenes, úgyhogy bízom benne, hogy minél többen igénybe veszik majd. Ez 10 órától indul majd, és egészen 18 óráig. Hát ez a program sem maradhat el főzőverseny nélkül. Hát azt gondolom, hogy a manapság már nem csak a túri vásár, hanem más programoknál is a színpadi programok, az árusítók és a főzőverseny ezek kézenfogva járnak. Én bízom benne, hogy minél többen jelentkeznek majd. Nem csak olyanokat keresünk meg itt a főzőverseny során, akik más városi programokon is főznek, de aki még nem jelentkezett, azokat biztatom, hogy jöjjenek és jelentkezzenek, hiszen nem csak egymástól eshetnek el szakmai fogásokat a jelentkezők, hanem bizony értékes díjakat is fogunk majd átadni azoknak, akik a főzőversenyen majd eredményt érnek el. Tehát én mindenkit biztatok, hogy jöjjön a főzőversenyre, és kóstoljon meg az ott készült finom falatokat is. A főzőversenynél nem csak a bográcsé és a fokanálé lesz a főszerep, hanem Herbály Andrást felkértük arra, hogy egy betyár tanodát létesítsen ott, ahol a betyár időszakra még lehet, hogy Rúzsa Sándor is lehet, hogy forgatta azt a karikást, vagy éppen azt a elsütő billentyűs pisztolyt vagy puskát, amit itt majd a betyár tanodában láthatunk. Tehát egy kis külön kísérő programja lesz ez a főzőversenynek. És ebben az évben is megrendezzük a mesterségek terét bent a fesztiváltéren, ahol tárgyalkotó mesteremberek, népművészek mutatják be az általuk képviselt szakma fogásait. Ennek az igénybevétele is ingyenes, és azok, amiket ott a gyerekek, felnőttek készítenek, azokat haza is vihetik. Tehát úgy gondolom, hogy az is nagyon színvonalas lesz. Emellett lesz ott egy népi játszóházunk is, tehát amíg a gyerekek esetleg várakoznak, mert nem kerülnek sorra egy adott mesterség kipróbálásánál, addig sem fognak unatkozni. A fesztiváltéren emellett még a Tourinform iroda fog kipakolni, önkormányzati sátor is lesz, illetve olyan nyomdai termékeket is megvásárolhatnak majd, amelyek mezőtúrt kívánják bemutatni, mint például a mezőtúri képeskönyv, tehát az itt is megvásárolható lesz majd. És még a színpadi programok mellett a tér másik részén pedig vidámparkkal várjuk majd a látogatókat, tehát az is megtekinthető lesz, illetve hát ez nem is megtekinthető tulajdonképpen, hanem használható. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezekkel kellő színvonallal és minőségben tudunk majd színvonalas programokat nyújtani. És bízom benne, hogy minél többen jönnek, ezt csak hangsúlyozni tudom.
kik támogatják a közösségi ház munkáját, a megvalósítást, hogy létrejöhessenek ilyen jellegű rendezvények itt nálunk? Nagyon széles a támogatók köre. A legelső sorban a Mezőtúrváros önkormányzata az, aki a programot támogatja. Ezen kívül a Nemzeti Kulturális Alaptól is nyertünk pályázati támogatást, valamint igen sok mezőtúri vállalkozó is fontosnak tartja azt, hogy a túri vásárt támogassa. Hát őket nem sorolom fel, de a Mezőtúr és vidéke külön kiadásában, amit újra bemutatok, tehát ebben a programfüzetben itt el lehet olvasni, hogy kik azok, akik támogatják a rendezvényünket. Nem csak pénzbeli támogatások érkeznek erre az időtartamra, hiszen magát a programot hírelni, reklámozni is szükséges. Média partnereink is vannak. Hát ezt sem szeretném felsorolni, mert utána majd az lesz, hogy valakit kihagytam, vagy miért pont azt mondtam, akit mondok. Szintén a programfüzetben láthatjuk azt, hogy nagyon széles már több éve a média partnereinknek a köre. Velük kölcsönösen együtt tudunk működni, hiszen a mi médiáinkban is az ő programjaikat is be tudjuk mutatni. Úgyhogy szeretném nekik is megköszönni a támogatást. Köszönjük szépen, László, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Kedves nézőink, ezek után én már csak bíztatnám önöket, hogy látogassanak ki az Artúr Fesztiválra, illetve a Túri Vásárra, ahol egyébként stábunkkal is találkozhatnak majd. Viszontlátásra, minden jót! Ismét Artúr Fesztivál és Túri Vásár Mezőtúron. Koncertek, mozi, gyermekprogramok, óriás kirakodóvásár augusztus 9-től 13-ig. Várjuk a könnyű és komoly zenei koncertek szerelmeseit Mezőtúrra, ahol többek között fellép Keresztes Ildikó, a Kolompos Együttes, a Bikini, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar, Malek Andrea, Álmokfutó, Groovehouse, Subbase Monster, Kovácsovics Fruzsina, Unique, a Heat Charlie és a Charlie Band nagy koncertjével zárul. Artúr Fesztivál és Túri Vásár Mezőtúron augusztus 9-től 13-ig. A programok látogatása ingyenes.